Kedves szülők, hozzátok akarok szólni, mert ezből, amit elmondtam, szükségszerűen következik, hogy nem lesz jogotok ahhoz, hogy Krisztus tanítása szerint neveljétek és tanítsátok a gyermekeiteket. És ez óriási nagy problémákat vet fel, hogy akkor meg mi lesz a gyermekünkkel. Hogy egyszerűen kárhozatra, ítéletre, Isten haragjára szül, fogjuk szülni, távol legyen. Tehát ez még nincs itt, én csak az ördögöt a falra festettem azért, mert ennek a veszélye fönnáll, az előjelei mutatkoznak, de még eznek a folyamatnak a, a telj, beteljesedését erről teljesen lehet korlátozni és ezzel szembeni ellenállásnak igenis nagyon nagy ö, ö, értelme van és nagy szükség van rád hogy te is beálljál ennek a gonosz, istentelen új kultúrának a világméretű térhódításának a megakadályozásában. És ma ez a elhívásunk, ez a kihívásunk egyben, és azt gondolom, hogy akik helytálnak, akik kitartanak, azok üdvösséget nyernek azok bizonyítják, hogy valóságos bibliai hitet kaptak az Úr kegyelméből, irgalmából, és nem haragra vannak rendelve, hanem irgalomra, dicsőség Istennek.